real shit. Jó estét kívánok mindenkinek, szevasztok srácok, üdv itt a játszótérén, Makan vagyok, itt lennék nektek. Hát újra, nem is tudom mennyi idő után, szerintem egy 3 hónap eltelt. Valószínű, igen. Sziasztok, hello, bello. Farming Simulator 22-zni fogunk. Nagyon-nagyon rég volt Farming Simulator igazából, a Hofbergman térkép az teljesen kiégetett a játékból, úgy ahogy van. Ugye használhatatlan volt, meg egy csomó minden nagyon rossz volt rajta, meg egyszerűsítve volt ahhoz képest, mint a 19-es, szóval a Hofbergman 22-es térkép az nem a legjobb. Azt kell róla mondani igazából, ahhoz képest, hogy mennyire jó volt ugye a Farming Simulator 19-es Hofbergman, hát a 22-es az annyira rossz. Minden le van egyszerűsítve benne, vagy nincs is benne, ami a 19-esben benne volt, szóval ja, ott azért az eléggé kiégetett engem a farmingból, úgy az egészből, úgyhogy kellett egy kis szünet ahhoz, hogy újra rá tudjak nézni a játéknak az ikonjára itt a számítógépem. Na ez a mai nappal remélhetőleg megtörténik, és egy óra után valószínűleg nem fogom lelőni a streamet, legalábbis ezt remélem, ez meg ki fog derülni. Úgyhogy a mai nap egy új térképre fogunk menni, egy új térképen fogunk farmingozni, ami nem más, mint az Alma Missouri nevű térkép, ugye egy Missouriban lévő, Amerikában lévő kis település, Alma, egyébként így hívják a települést, ez egy valóságos kis település, ami nagyságrendileg úgy néz ki, ahogy itt a játékban a térképen is ki fog nézni.
Úgyhogy ezen a térképen fogok én játszani. Egyébként meglátjuk. Meglátjuk majd, hogy mi lesz. Vannak rajta új növények, új járható dolgok, szóval ja, meglátjuk, hogy ezen a térképen mit fogunk játszani. Üdv mindenkinek, sziasztok! Szia Márk, szia Gábor, szia Anonymous, szia Levente, szia Zoli, szia Martin, szia Levente, megint egy másik Levente, szevasztok, üdvözlet mindenkinek. Hát mert Anti azért, mert a 19-es Hofbermannból indultam ki, és nagyon vártam, hogy játszassak a 22-es Hofbermannal, de iszonyat nagy csalódás lett belőle a végén. Úgyhogy, ja, igazából azért, mert a 19-es Hofbermannból kiindulva azt gondoltam, hogy a 22-es az csak jobb lehet, de nem. Nem így történt. Jó, akkor szerintem kezdjünk is neki, ugye itt már beállítottam, rögtön van egy mentésem, megmutatom természetesen a modlistát, hogy mik vannak bekapcsolva, meg mi nincs bekapcsolva. Ugye van egy, azért eléggé megint kiszanáltam a modlistámat, de maradtak benne olyanok, amit lehet, hogy itt vannak, de nem fogom őket használni. Nem válaszolok lesz kérdésekre, ismételten mondom. Minden lesz, 5 éves terve, minden benne van. Úgyhogy ha kigondolod, hogy azt fogod írni a chatre, hogy lesz-e, lesz, 5 éven belül biztos, hogy lesz. Nem bírom a lesz kérdéseket amúgy. Úgyhogy itt látszanak egyébként, hogy milyen modok vannak. Hú, de jó vagy! Ugye a legtöbb azért DLC. De itt van egy pár újdonság is egyébként benne. Itt a Field Calculator, a Field Lease, meg valami dinamikus földnek az értéke, ami az se állandó. Úgyhogy ja, az érdekes lesz majd, arra kíváncsi leszek, mert hogy nézni kell, hogy melyik nap mennyibe kerül a föld. Martin, köszi szépen a 25-öt! Rengeteg a dolog, elhiszem Martin, elhiszem, hogy rengeteg a dolog, de nagyon szépen köszönöm neked a 25-öt. Köszi szépen, Isten tartsa meg jó szokásodat, hello, hello. Na, azt mondja, info, display, info, igen, ezek voltak. Igazából nagyon sok új nincs benne, inkább kivettem belőle, mint beleraktam volna. Talán egy ilyen kis valóságosabb modok vannak benne, ugye mint a lease to own, ugye, hogy tudod leasingelni, aztán azt, amit kibérelsz, azt meg is tudod venni későbbiekben. Az amúgy elég sokat dob a játékhoz szerintem. Ezt nem is fogom használni, ezt igazából lehet, hogy ki is kéne kapcsolni, nem kell ilyen sprinter nekem. Meg ezek a Messi Fergusonokat is meg ki kell vennem. Kivettem egy csomó mindent, csak ugye itt a neve, meg a modlistában, a mappában a neve teljesen más sokszor, és nem tudod, hogy melyik micsoda. Végig kell egyesével tesztelni, hogyha kiveszed, akkor mi változik rá. Tehát az újra kell inteni a játékot, az szóval katasztrófa az egész mod kezelése amúgy a farmingnak. Ilyen szempontból, hogy kitörölni modot, meg visszarakni, hát újra kell inteni a játékot továbbra is. Hát szerintem ezeknek a nagy részét amúgy nem is fogom használni, ezeknek tudja, hogy a nagy része majd ki fog kerülni egy következő stream alkalmával belőle. Ez mondjuk ez kelleni fog. Hogyha akarok foglalkozni ugye esetleg répával, vagy zöldséggel, akkor ez kelleni fog, mert ugye ez egy répa betakarító gép, át van alakítva, hogy tudja a többit is ugye kihúzni a földből. Jó, mehetünk igazából. Alma, Missouri. Kis amerikai kisvárosról beszélünk, ami tényleg így néz ki. Nyilván a farmingos alapépületek azok ugye le vannak rakva, de amúgy nagyjából így néz ki. Jó. Hogy megvárjuk, hogy betöltsön. Hát itt kezdünk rögtön ugye egy kis háznál, ami a miénk. Mint egy fűnyír, ezt tudom használni? Nem, ez csak így ide van téve, mekkora jó lett volna, pedig tudom használni a fűnyírót. Na szóval itt vagyunk a térképen. Talán még nem először nem a gépeket kellene megmutatni.
talán azt nem kéne bemutatni, és akkor, hát itt a térkép, ugye látszik, hogy egy műhold kép alapján van elkészítve egyébként ez a térkép, mondjuk innen fogunk majd bejönni. Elméletileg itt indulunk, most nem értem, hogy miért rakott ide, mert itt léptem ki a játékból és a térképről, de mégis ide rakott le engem. Úgyhogy ebbe az autó mindjárt beszállt, és akkor gyorsan körbe megyünk, hogy itt mik vannak, milyen helyeket találunk, és milyen lehetőségeink vannak ezen a térképen. Elég komoly földek vannak azért rajta, ezt mindjárt meg is nézzük, mekkora földek vannak. Ugye hát ezért van ilyen 1,4 hektár, ugye ez Amerika, de úgyhogy azért vannak ekkora földek, amint láthatjátok. 1,44 hektár, szerintem ez lesz a legkisebb föld, ahogy látom. Nem, 0,68-as is van. A legnagyobb pedig 37 hektáros, a 33-as. Nem, 22-es, 43 majdnem. Azt nézzük meg azt a térképet? A 43-as föld, az már hol van? Hol van ez a 43-as föld? Vagy mi? Hol a 22-es? Hol van? Hol? Azt a rohadt, és tényleg mekkora nagy, te jó Isten! Hát igen, Amerikába. Amerikába ugye nem szaroznak ezekkel a földekkel. Fú, te jó, de nagyon óriási. Meg milyen fura alakja van neki, azt a... Az igen. Elég kemény. Ja, úgyhogy azért van itt föld, amire lehet dolgozni. Ugye a gépeink is azt hiszem jobbak vannak alapjáraton véve már, tehát nem ilyen kis gépekkel kezdünk, amilyen 3 méter, meg másfél méteres ilyen munkaszélességünk van, hanem alapból nagy gépekkel kezdünk rajta. Ja, van amúgy precision farming is, úgyhogy majd az is kell nekünk, saját földeinkre például. Meg lehet a tanulói információt vásárolni, 10.000 euróba kerül, nem biztos, hogy meg fogom venni most még azért, azt lehet, hogy kicsit később. Megnézem, milyen növények vannak amúgy nekünk most itt elvetve hirtelen, van itt kukorica, hogyha jól látom, az egyiken, a másikon meg mi van? Alfalfa, lucerna. Ez itt lucerna. Wow. Remélem van kaszálunk is. Remélem. Ilyes, a 9-esen mi van? A 9-es az szerintem búza. Ja, 9-esen búza van. Az is a miénk. Jó, oké, és ezek most jelen pillanatban milyen állapotban vannak? Aha, ez betakarítható például a búza. Hát jó, a búzának akkor neki is kell állnunk. Mondjuk augusztus van, úgyhogy be is van érve a búza. Nagyon nem akarok időbe... Ja, tényleg az időt vegyem már lefelesre, nehogy itt elpörögjön nekem itt hirtelen, míg csak nézegetem a térképet. Na. Úgyhogy akkor megnéztük a térképet magát, ugye nézzük meg, hogy milyen növények vannak rajta. Ugye vannak ezek az alapok, ugye teljes mértékben. Ugye tudunk készíteni metánt, és... Igen, van rozs, borsó, szárított kukorica. Ugye a szárított kukoricát az a gabonavalomba tudjuk vinni, azt lisztnek tudjuk leőrülni, azt talán tudjuk adni a pizzériának, vagy a pékségnek. Ilyen kukoricakenyeret tudnak belőle sütni. Akkor ugye van maga a lucerna, meg ugye van a lucerna, a szárított lucerna. Sőt, van a szója babnak is szalmája, meg tudunk propánt is. Mondjuk azt csak venni tudjuk, azt hiszem. Propánt azt hiszem csak venni tudunk, előállítani nem tudunk, legalábbis én úgy olvastam a térkép leírásba, hogy a propánt azt csak venni lehet. A propán egyébként ahhoz kell, hogy a szárított kukoricát az épületben hát megszárítsad. Úgyhogy ahhoz kell, nem metánnal működik az épület, hanem propánnal. Ja, úgyhogy igazából ezek az újdonságok rajta alapjáraton a térképen, tehát ez nem kellett modot letölteni hozzá, ezek benne vannak a térképbe rögtön. És azért ugye még itt vannak dolgok, itt van a kukoricaliszt, ugye itt van a finomított kukoricaliszt, ugye itt a kukorica kenyér, édes kukorica kenyér, van sütőtök, van sütőtök és alma az üvegházban, lehet van popcorn, vajas popcorn, meg hát ugye van ananász juice, narancs juice, alma juice, lehet csinálni limonádét, ketchupot, ugye és a tököt, a citromot, a narancsot, az ananászt, az almát, azt el tudod ugye adni üvegházból, és lehet készíteni pizzát, ananászos pizzát, úgyhogy azért itt vannak még termékek, amiket ugye tudjuk, ezek meg az alapok itt, ugye ez már a Platinum vagy Premium Editionnek a cuccai, úgyhogy vannak termékek.
vannak termékek, amiket elő lehet állítani majd, szóval tudunk mivel foglalkozni a térképen, és ez ugye benne van a térképben, ezt nekem nem kell egy külön moddal megcsinálni, hanem elméletileg benne van az üvegházba ez, mindegyik benne van az üvegházba, úgyhogy tök jó. Na, ugorjak bele közbe ebbe a kis járműbe, ugye ami nekem itt áll a térképnek a szélén, ezt majd el is tudjuk adni rögtön, hogy legyen egy kis pénzünk. Ugye itt vagyok rögtön az Alma táblánál, 1879-ben épült ez a kis város. Indítsuk is el a motort. És akkor bemegyünk itt végig ezen az úton, ugye lemegyünk teljesen a boltokig, megnézzük, hogy milyen boltok vannak. Nem tudok segíteni a Farming Simulator 15-ben. Azzal 9 éve nem játszottam. És az első épületünk a ketchup gyár. Az igen, kérem szépen. És tök jól nézzetek meg, megmutatja, hogy hova kell lerakni a paradicsomot. Ketchup. Nagyon jó. Ezt meg is lehet majd... Nyilván ezt ugye meg kell vásárolni. Nyilván meg kell vásárolni. Ugye itt van megvásárolt a ketchup. 40 ezer euró egyébként. A ketchup gyár az nem is vészes. Ahhoz képest, hogy ugye a üvegházból alapjáraton jön ugye a... Tulajdonképpen csak víz kell neki, a ketchupnak az nem is kép, nem is rossz amúgy. Hoppá. Várj, itt még vannak dolgok. Ja, ez a popcorn gyár. Aha. Ez itt a popcorn gyár. Most megnézzük ezt is. Ja, ez a popcorn gyár lesz. 60 ezer euró. Hát azért ezekre lehet majd költeni a játékba, ezekre az épületekre. Aztán itt van valami metántároló, ahogy látom. Itt elég komoly tartályok vannak. Ezt is megnézzük, hogy ez micsoda. Itt szerintem el lehet adni a metánt, igen, valószínű, hogy itt el lehet adni a metánt, meg itt ez a benzinkút, ahol ugye tudunk tankolni, ja. Valószínű, hogy el tudjuk adni a metánt majd. Hoppá! Na. De nagyon jól néz ki ez a kisváros. Ez a kisváros és ez itt tök jól néz ki. Azt mondja, hogy itt lesz, itt mi lesz? Loyal Livestock. Itt is lehet valamit, itt gondolom a füvet, ilyeneket lehet eladni. Igen, itt lehet venni az állatot, és ugye itt volt a lucernának az eladási pontja, ugye a Livestocknál, az állatkereskedőnél tudjuk eladni a lucernát, hogyha majd lekaszáljuk. Hát az nem most lesz szerintem, hogy azt lekaszálom, meg hogy elhordom ide, azért az ott elég komoly föld, és hogy elég nagy képek kellenek hozzá, hogy azt ide elhordjam. Na, és akkor itt aztán van minden. Te jó Isten! Várjál már, ez itt hogy van? Ja, ott az a vasútnak a pontjai, igen, azt meg se nézem, fölösleges. Ez itt a pékség, igen. Itt a Mama Joe dinnerben lehet, mondom, oda is lehet majd valamit hozni. Ez itt a pékség, ugye ezt is meg lehet vásárolni. Az nem a pékség, ott várjál már. Ez itt micsoda? Engedj oda? Tejterméképület. Oké. Ez itt a pékség, ez mennyibe kerül? 60 ezer euróba kerül. Ugye van itt egy autómosó, azt hiszem. Talán. Ja, itt tudom testre szabni. Aha, ez a kereskedő, bocsánat. Aha, igen. Level Motors, ez a kereskedő. És itt lehet testre szabni a járművet. Na, mondjuk ez tök jól néz itt ki. Ez nagyon menő.
itt a pizzázó, ugye ide is, ezt is meg lehet venni, és akkor ugye tudsz készíteni pizzákat, különböző féle pizzákat. Ez tésztás épület. Ja, várjál, az őzét jelent tűt, itt most nem tészta. Jó, szabó épület ugye ide, hogyha a bárányokkal akarsz foglalkozni, akkor ide be lehet hozni, ugye a gyapjút eladni. Vagy ugye a szövetet is el tudod itt majd adni, gondolom. Meg hát ugye magadnak termelni a ruhát. Jó, kicsit mögé megy, hoppá, az emberbe viszont belementünk. Ja, igen, itt lehet majd leadni a dolgokat az épületnek. Igen, itt mindegyik háta mögött egyébként itt a leadó pont. És itt, ez micsoda, tök jó, úgyhogy ikonokkal vagy jelöl, vagy mit lehet csinálni. Ez a pizzázóé. Aha, ez az ikon. Nagyon menő. Ide lehet leönteni. Gondolom a pizzázónak a dolgait, erre majd később úgyis rá fogunk jönni, hogy hogy működik. Jó. Ugye ezt megnéztük, ez a bolt, innen fogunk majd hazafelé menni a járművekkel. És akkor erre mi van? Ugye arra van a vasútnak a dolgai, azok nem foglalkoztatnak. Ez itt micsoda? Szerintem ez lesz a kukoricaszárító. Aha, corn dryer, 100 000 euróba kerül. Jó, hát itt azért kell farmolni, ahogy látom. Azért lehet mire gyűjteni a pénzt. Lehet mire gyűjteni a pénzt, és ez meg a malom. Aha, ez a malom ott van. Valamilyen mill ott volt, oda ki volt írva. Oké. Okay. Nagyon menő. És lefelé van-e valami leadó pont? Szerintem lefelé nincs leadó pont, de mindjárt ránézünk. De, ja, itt már nincs leadó pont, itt van a tanyám, ugye? Itt van még egy biogas plant, ugye ez a BG-a, vasút, és itt fönt még volt valami. Fűrészmalom. Jó, hát ez fűrészmalom, azt nem kell megnéznünk. Jó. Na hát az első dolog, amit akkor csinálunk így rögtön hirtelen, ha már itt vagyunk a városba, hogy eladom ezt a kis csondér cuccot, mert ez nekem abszolút nem fog kelleni semmire. Úgyhogy ezt fogom, és itt már rögtön el is adjuk. Hirtelen egy kis pénzhez jussunk már rögtön az elején. Így né. Állítom. És eladás. 22.800 eurót fogok érte kapni. Nagyon jó. Oké. Na, ugorjunk vissza a farmra. Ide. Ugrás erre a helyszínre. Oké. És akkor ugye van egy kosárpalánkunk. Üdv mindenkinek, sziasztok, hello, szia Gabesz, hello, hello. Vannak itt traktoraim. Azt a mekkora auger, király. Van itt mindenféle, aha, igen, tehát ebből látszik azért, hogy nem alapjárművekkel kezdünk, egy picit komolyabbakkal, hisz ez egy jó hosszú vágóasztal, meg, hát igen, itt azért vannak dolgok. Üha. Ha itt van egy kis rozsdás kocsi, meg ilyesmik, ilyen szemetek ide kidobálva, törmelék, sít, meg ilyenek. Jó. Ekkor földek ez nem is árt. Igen, itt látszik, hogy azért kezdünk egy kéz maximum 115-tel, szóval ez nem a legkisebb traktor. Plusz, ugye itt van egy kéz axial flow 71-50, ami megint azért egy elég. Most megnézzük a boltba ezt, sőt, megnézzük itt. Azért ez, na, tehát ez 10, ezzel kezdeni, ez nagyon ritka amúgy. Nagyon ritka, hogy ilyennel kezdesz egy térképen, de hát mondjuk itt, ahol ilyen 4-5 hektáros földek vannak, meg 40 hektáros föld, itt azért szerintem kell ilyennel kezdeni. Ugye betakarító gépeknél, hát ugye ez tulajdonképpen, ja, hát ez már azért a high-end, nem, mondjuk nem ez van nekünk, hanem ez van, de ez a ja, erős közép kategóriába tartozik. Ugye amikor ezeket eladod, vagy ezt eladod, akkor ugye vagy ezt veszel, vagy ezt veszel általában. Úgyhogy ez már a játék közepe felé szokott lenni, hogy ezt veszed meg. Úgyhogy van egytől nagyobb, de nyilván most közepes cuccokkal fogunk valószínű indulni egyébként. Még ebbe az épületbe is láttam amúgy traktort. Ide is benézünk. Szia Attila, szia Tom, hello, hello. Benézzünk ide is, itt is. Ó, itt mennyi minden van. Bocsánat. Mennyi minden van. Hopp, van egy 62-30-unk. Nagyon jó. Meg van egy csomó minden eszközünk. Van itt, van kaszálónk is, van kaszálógépünk, figyeld már.
Tök menő. Na, királyságos. Azzal már lehet, hogy... azt lehet, hogy rá is kéne küldeni amúgy cosplay-jel. Lehet, hogy rá is kéne küldeni cosplay-jel a John Deere-t, hogy már azon nyomban elkezdje itt a hármas földet nekünk legfelé kaszálni. Ezen gondolok. Oh, ne mond, abba is be lehet ülni? Van még egy traktorunk, srácok. Hoho. Egy 47-55-ös John Deere. Hohoho. Nagyon jó. Na, van itt még traktor? Van még itt traktor, ugye itt vannak az állatok, vagy itt lesznek majd az állatok. Van pajta. Van. Ez elméletileg itató lenne, de nem tudom pontosan, hogy micsoda, és akkor itt van ugye a hármas föld. Amin jelen pillanatban betakarításra kész. Betakarításra kész a lucerna. Ugye ez 8 egész... Most miért írkál? Nem, na azt mondom, 3... Na most ez 3,68 hektár, vagy 8,2? Szerintem inkább 3,68 hektár ez. Nem az, nem a 8, azt nem tudom honnan szedni. Az a field 4, valamiért a 4-es földet is érzékeli itt. 3-as föld, jó, hát... párt hozzam 64%, igen. Jó, amúgy most már megvehetem szerintem a... megvehetem szerintem a Precision Farmingos dolgokat. Itt a talajinformációt, hogy tudjuk. Ennek az egésznek megvettem, igen, meg ennek akarom még megvenni. Talajinformációját, oké. Okay. Hát itt iszapos agyag van. Hú, az annyira nem jó. Meg sima vályog. Homokos vályog, meg agyakos homok van itt. Jó. Összes érték megjelenítése. Hát ugye ez majd azért még fogja befolyásolni, hisz ezt majd műtrágyázni kell meg mindent. Oké. Okay. Picit nagyok a földek? Hát ez amerikai térkép. Nem kicsik a földek. Nem 0,3 hektár, hanem 6. Jó, hát itt akkor azért itt lehet dolgozni ezeken a földeken. Én szerintem rá is indítom ezt a traktort arra, hogy ezt kezdje el kaszálni, mert hogyha jól láttam, mi van itt az egérpadon? Ha jól láttam, akkor ezt amúgy be lehet, mondjuk azt mindig be lehet takarítani, de ja, ezt be lehet takarítani. Úgyhogy csatolunk föl hátra egy ilyet. Azt, hogy mivel fogom összeszedni, az jó kérdés. De majd szerintem becsomagoljuk. Becsomagoljuk, és akkor szilásbálát csinálunk belőle. Nem tudom, hogy lehet-e belőle szilásbálát csinálni, de majd meglátjuk. Na, kíváncsi leszek amúgy, hogy ezzel tud-e valamit kezdeni. Hogy ezt, mit kezd most ezzel a kettő darab kaszálóval a cosplay. Na várj, erre a földre hogy kell kimenni? Itt. Itt ezen az úton. Szerintem itt. Hát nem egészen. Hát nem egészen, de én most itt fogok. Jó. Na. Így, hát szerintem ez így jó is lesz. Mindjárt megpróbálunk egy rá valami cosplay-es okosságot csinálni. Nem ide akartam jönni. Cosplay-es okosságot csináltatni. CP terepmunka. Ezen, ó, és milyen szépen körbejelajzolt a útvonal tervező megnyitása. 3 méter. Nem tudom, hogy ez a gép mekkora. Várjatok. Ezt meg kell néznem, hogy ez a kaszáló, ez mit tud. 4,4 méter. 3,1 méter. Aha. Ráadásul el is kell tolni. Na jó, ezt... Hú, basszus, ez nehéz lesz. Várjál, azt hogy kéne össze... Na mindegy, megnézzük. Egyelőre. Jó, akkor 4,4 méter. Azt kell neki beállítani. Feladat létrehozása. Úgy van a kezdete első pont. 4,4 méter. Azt, hogy mennyire kell eltolni, ez egy nagyon jó kérdés. Munkagépek szám... Igen, ez így jó lesz.
Próbáljuk meg egy 4. Hát az még nagyon kevés. Astrohat. Ugye nekem az a lényeg, hogy körbe-körbe menjen. Ez már lehet, hogy sok. Nem sok az szerintem. Bár mondjuk így, mintha normálisabb lenne. Hát nem igazából. Hol kezdje a munkát középen kívül. Igen. 14 fordulókör. Mennyire gáz? Hát meg tudja oldani amúgy. Átfolyadás a fordulósávban, az csak 5% legyen. Megpróbálok ráfrissíteni. Mint a sorkezdés irány, igen. Sorok iránya. Tápaméret igazítása. Jó, majd hogyha eltudjuk, hogyha nem lesz jó. Jó, egyelőre útvonal tervezés. Megvolt. És ezt el is kéne mentenünk. Útvonal mentése. Aktiválás. Ja, várjál, nem... Azt is... Mutassad? Szerszám eltolása. Mert az amúgy nem 4,4 méter. Opa. Mert ugye itt az elejét... Na várjál, mert hogy... Ugye ő majd úgy akarja... Ez nem 4,4 méter. Ez majd mindjárt kicsit bővítek rajta. Mert ugye az elejével is fogja nyírni. Na, most nem tudom állítani a kamerát, ilyenkor az a baj. Hanem ez ugye 3,1 meg 4,4 az 7,4 méter. 7,5 igazából. De nem biztos. Inkább kisebbre veszem. Ugye most nem látom pontosan, hogy mit csinálok. Nem tudom a kamerát forgatni ilyen. Opa, ha be van. Na most tudom, de nyilván azért, mert bugol. Még egyszer. Így. Így jó. Itt a szélét ezt még le fogja nyírni. És akkor ezt a sarkát kell megnézni még, hogy ezzel mi van. Aha, hát ezt azért még be kéne állítanunk jobban. Csak a munkaszélességet kéne állítani. Most jó lesz. Most, mintha jó lett volna. Ah, így jó lesz. Várj, viszont akkor újra kell terveztetni. Mert most mennyi van? 7,5 méteren van. Ezt akkor újra kell terveztetni. CP terepmunka. 7,5 méter. Hiba az útvonal tervezéskor. Na most várj, most mi a baj? Azt, hogy már terveztettem egyet, ugye? Most nézzük meg. Sok, nagyon sok a izé. Várjál, így próbáljuk meg. Hiba az útvonal, nem, így se jó. Mi van az útvonal tervezéskor? Aztán írja ki, hogy mi a baj, csak hogy hiba van. Mert ugye igazából ekkora szélességbe fogunk. Nem tudom mi van. És ezt nem tudom miért csinálja. Hát ki kell szállnunk belőle. Hát ki kell szállni belőle. Ja, várjál, nem érzékeli a földet. Most nem tudja, hogy melyik földön vagyok. Azért. Nem tudja, hogy itt vagyok a földön, aha. Mondjuk egy karikát itt. Nem érzékeli valamiért a hármas földet.
Na most nézzük meg. Ah, most már megvan. Aha, jó. Remélem jó lesz amúgy útvonaltervezés. 7-tel. 8. Még az is jó. Oké, na így. Így indítsuk el, és akkor kell nekem ez. Hozza létre új mappát. Útvonal lak néven létrehozunk egy új mappát. Útvonal mentése, aktivál... Most igen, útvonal, ne... ja, útvonal neve. Hármas föld. Kassa. 7.5 méter. Jó. Útvonal mentése meg volt. Ja. Elméletileg akkor ez működik is ez a... Meglátjuk, hogy jó lesz-e így. Kíváncsi vagyok rá egyébként. És akkor az első ponttól induljon. Meglátjuk. Majd kiderül a következő körnél. De amúgy úgy néz ki, hogy jó lesz. Úgy néz ki, hogy jó lesz. Úgy itt nem kellett ilyen kondicionálást állítani. Nem. Jó, oké. Na azért mondom. Hát ugye nyilván fog maradni a földön, ez természetes. Jó. Na hát ez itt eldolgozgat magának. Ez itt eldolgozgat magának, és akkor ugrunk. Hát ebbe ki tudunk menni? Hát nem tudunk kimenni hátul. Úgyhogy előtte, várjátok, ezt a kicsit jobban ki kell nyitni ezt az ajtót. Ki kell állni a kész traktorral innen. De ez is még alap, ezt is biztos, hogy lehet majd csinálni jobbra ezt a traktort. Ez nagyon úgy néz ki, mintha alap lenne. Oké. Rámegyünk a 9-es föld az enyém, vagy melyik volt amúgy még az enyém? 9-es földön ugye azt hiszem búza van. Igen, búza van rajta. Bármilyen állapotban van, ugye betakarítható állapotban van, szóval nekem meg kell most a pénz nagyon. Úgyhogy rá is megyek rögtön a búzára. Hídni. Lepakoljuk ide a kukoricavágó asztalt. Oké. Üha! Össze voltak akadva a dolgok. Nem baj, rárakjuk. Is megpróbálom rárakni. De rég farmingoztam, már olyan fura irányítani a játékot, hogy nagyon. Jó. Rákötött. Hűha, erre rá tudok állni egyáltalán? Rá, csak szerintem... Várjál, pedig bezárjuk ezt az ajtót. Ja, hogy el is férjünk. Ah, csak ott maradt a váz. Ajaj. Megoldjuk. Íj, elfér, Rici, férjél. Jó, elfért. Oké. Mehetünk. 9-es föld. Csaratáska. A
ez miért nagyon belekezdenek itt az aratásba, csak ránézek mindjárt, hogy hogy csinálja a cosplay a dolgokat, de úgy látom, hogy egészen jól sikerül neki. Jó. Mindjárt beleugrok abba a traktorba. Már ezt nem biztos, hogy innen fel tudom venni. Túl magason van mi. Aha, föl se érek odáig, várjál. Ki kell tolnom az útra. Most tudom levenni. Az, de az is érdekes, hogy leveszi. Na mindegy. Kinyitom a kombányt. Erről a sarkáról fogok megindulni. De várjam, ez nem is az a föld. Ez is jó, de ez nem az enyém. Ez nem is az én földem, várjál már. Hát mindegy, most már rajta marad az elején, nem fogom visszapakolni. Ezt viszont húzom magam után. Kell venni egy John Deere izét, vágóasztalt, vagy valami nagyobbat, amit még elbír éppen. Ez nem tudom mekkora, 7-2 és 7-2-es ez a vágóasztal? Mekkora ez? De meg is nézem, mekkora ez a vágóasztalom. 8 feles. Hát erre egy 10-eset nyugodtan rá lehet tolni, 10 méteres vágóasztalt. Erre a kombányra. Majdnem sikerült eltalálnom a földet, mondjuk ezt néztem is, de fura színe van a búzának. Ó, volt egy tábla. Jók ezek a bekötő utak. Ú, de azt nézd, hogy repeszt egyébként az AI. Ja, jó nyomja az, jó nyomja. Utána ugyanezen körbe fogom küldeni ezen a amikor összeszedi. Hát nem, ahhoz egy új útvonal kell teljesen, mert azt hiszem az a rendbeszedő az 9 méteres, hogyha jól emlékszem. Üha! Jó, akkor terepezünk a kombájnnal. Kis expedition. Azaz. Kikerültük a hidat. Voltak bajok vele. Hol van? Amúgy hol a hivatalos átjáró erre a földre? Ez volt az, ahol most eljöttem? Lehet amúgy. Nézzük, milyen komoly emelkedés van itt. Ki van emelve az út? Tök jó. Tetszik nagyon. Szerintem ez volt az, aha, amúgy itt. Igen. Ja, ez az a rész, ahol be lehet jönni. Hát itt nagyon forgalom nincs. Úgyhogy én itt ezt le is akasztom. Meg úgyse fog útba lenni senkinek, ahogy látom. Csak beleugrok már, hogy tökéletes amúgy. Pont jól állítottam be. Ó, jó lett. Nagyon jó. Ú, de jól viszi. Tök jó lett. Úgy halad vele rendesen. Halad vele rendesen. Na hát a kaszálást ezt akkor csinálhatja nyugodtan a cosplay. Oké. Na mehet az aratás. Kérdés, hogy meghagyjam-e a szalmát? Nem. Most az elején csak baj lenne vele. Én nem hagyom meg. Hú, de majd ide valami nagyon óriási műtrágyázót kell vennem. Azért ezekre a földekre nem kicsi kell. Ezekre a földekre nagyon nem kicsi műtrágyázó kell. Na, hát ugye ott azért látszik, hogy itt ezen a földön majd kell dolgozni rendesen, meg ugye a másikon is, hogy normálisan nőjön rajta a lucerna. Nagyon remélem, hogy a lucerna az ugyanúgy működik amúgy, mint a fű a játékban, hogy évelő növény.
Nagyon-nagyon remélem, hogy ugyanúgy működik. Mindjárt 3000 liter búzát össze is szedtem. Nem tudom milyen gépet, nagyon gondolkodom azon, hogy milyen gépet kellene venni először. Meglátjuk, hogy a lucerna mennyi jön le, hogy hány szilásbára lesz belőle. Mert ugye pont olyan bálánzon van, ami ugye szilásbárát készít. Hogy hány szilásbára lesz belőle. Mert ha sok, akkor valószínű, hogy először, első körben igazából akkor egy kaszálót kellene venni, ugye ami annyiban könnyíti a munkánkat, hogy gyorsabb, mondjuk nem gyorsabb, 20-szal megy a kaszál, ez 22-vel most. Szóval nem gyorsabb, de szélesebb, mert 10 méter, és ugye rendbe szedi rögtön a füvet. Ugye az kevesebb lesz a munka folyamatunk. Gyorsabban tudjuk ugye a szilásbálát majd eladni, és ugye abból pénzt keresni. Azért abból elég jelentős pénzeket csináltunk bármelyik térképen. Úgyhogy valószínű, hogy a kaszálógép lesz az első. Eszközökből meg... Hát... Igazából eszközökből... Hát bekapcsolom már itt az összkereket meg a difizárat. Még összkerék ez be volt, difizár nem volt. Eszközökből szerintem erre kell egy... Erre a kombányra kell egy nagyobb vágóasztal. Nem tudom, hát annyira nem dimbes dombos a pálya. Szerintem el fogja bírni a nagyobb vágóasztalt is. De erre kell az eszközök közül egy nagyobb vágóasztal. Úgyhogy járművek közül először szerintem kaszáló, traktorokkal úgy, ahogy el vagyok. A eszközök közül pedig erre egy nagyobb vágóasztal kell majd. Szerintem ez most így a sorrend. Nem tudom milyen vetőgépen van, azt mondjuk nem néztem meg, arra majd még rá kell venni egy pillantást, mert lehet, hogy akkor az lesz a prió, nem tudom most így hirtelen. Meg kell nézni milyen vetőgépen van majd. Ugye jöhetek is a traktor, azt mondom, a kész traktorra fogok rohangálni, mert az 53-mal megy. Ugye ami ott van, John Deere 47-55-ösöm, az meg csak 30-al. Nagyobb vágóasztalt elviszi, de elviszi a nagyobb vágóasztalt. Ugye attól függ, hogy hát mondjuk azért elég emelkedős ez a rész. Meglátjuk majd, hát az itt ezzel is belassul. Ugye mert az lesz a baj a nagyobb vágóasztallal, hogy ugye sokkal jobban ugye elő lesz a súly. És le fogja nyomni az elejét, és sokszor ugye nem fogsz tudni menni tízzel, mert ugye az eleje leakad a földbe. Nem biztos, hogy kell erre nagyobb vágóasztal egyébként. Nem biztos, hogy fog erre kelleni nagyobb vágóasztal. Nem tudok, szinte nem érek körbe. Azt nézzétek, ugye 9000 liter van benne. Egy körbe nem érek körbe, váó, az komoly amúgy. Nem fogok körbeérni. Kemény. Azt a mennyi fű van itt a jó, vagy mennyi húza van itt a jó Isten. Nagyon kemény. És kész. Tele van. Tele van. Na, jöhetek is akkor a trakesszal. Nem, ez nem a nagy, ez a közepes.
Igen, tehát erre nem tudom, szerintem nem, nem... Hát figyeljetek, maximum szerintem egy 9 méteres lehetne megpróbálni. Ami egy fél méter, bár mondjuk ekkora földnél az a fél méter is rengeteget számít, hogyha fél méterrel tudunk szélesebben vágni. Az is nagyon sokat számít egy ekkora földnél. Hát majdnem sikerült körbeérni. A kaszáló, azt nézd, a kaszáló, az már, nagy, az már oda-visszátolja. Az igen, kérem szépen, az nem semmi azért. Nem tudom, milyen távol álljak. Hirtelen. Talán így jó lesz, majd kiderül. Jó. Szia Zorro, hello. Pont jó. Hát attól függ, mi a kérdésed a játékkal kapcsolatban, mert ha az a kérdésed, hogy mit éri megcsinálni, akkor azt, amit szeretnél, a válaszom az az. Tehát ilyen nagyon általános kérdéseket ne tegyél fel a játékkal kapcsolatban, mert azokra 10 millió videó van fönt a YouTube-on. Igazából már szerintem kb. Minden kérdésre lehet választ találni a YouTube-on. Csak a Google-be be kell írni a kérdésed is, kapod is rá a választ. Mi már szerintem nincs olyan farmingos téma, amit nem lehet megtalálni a Google-ben. Nem tudom, hogy hány köbméteres az a utánfutó. De megéri eladni a szalmát. Ha akarsz rátokkal foglalkozni, akkor megtartani is megéri. Bár mondjuk ekkora földeken igazából egyszer megtartod, aztán el vagy vele évekig. Ez csak átfogalmazva, Patrik, ez a mit éri meg ültetni, ez a mit nézzél, amikor ültetsz, hogy jó hozamod legyen, ez a mit éri megvetni kérdés. Ezt megtalálod bárhol a Google-ben. Mindenki mást mond. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy.
az, hogy kevés a hozamod, tehát kinek mi a kevés? Kész van, cosplayes aji kész van, várjatok. Arra csak ránézek, hol? Az teljesen jól sikerült neki a föld, azt nézd. Tiszta király lett. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon menő. De igazából szerintem itt is átmehetek, mert ez is az én részem még. Jaja, simán az enyém. Arról heves viták folynak farming közösségben, hogy mit éri meg ültetni. De teljesen mindegy, amit szeretnél. Hol vannak? Ja, ebbe vannak a nagy izék, lépek. Várj, itt van kétfajta rendforgatón van. Ezt meg kell nézni, melyik a nagyobb. Várjál már, szénaforgató. Várjál, másik rendforgató. Ja, mert az... Ja. Ez kell nekem. 8,4 méteres. A belső kell. Ugye? Most várjál, ment egyet a játék. YouTube fele FS22 guide. Ez teljesen jogos. Igen, a zöld kell nekem. Rendforgató, azt kell onnan kihalásznom. Van itt az vetőgép, nem kell aggódni. Jó van, ezek 6 méteresek legalább. Azt szerintem az a 8 méteres volt ott hátul, hogyha jól láttam. Na, mehetünk le a földre. És akkor kell csinálnunk egy 8,4 méteres rendforgatós horseplay-es rútot. Az meg még gyorsabb. Hát mondjuk attól függ, hogy milyen gyorsan megy vele amúgy. Majd mindjárt meglátjuk. Azt mondja, hogy ezt ugye ezt elméletileg elmentettem, szóval ezt kiüthetem belőle. És akkor feladat létrehozása. Hármas föld útvonal tervező megnyitása 8,4 méter. Nézzük meg a 8-szal mit csinál. De pont jó. Pont jó a 8. Hát, hogy nézzük meg 7-tel. 7-tel még jobb. Jó, akkor lesz 7. Ah, legyen 8, marad a 8 útvonal tervezés. Oké. Okay. Ezt el is mentem gyorsan. Útvonal mentése. Aktiválás. Mondja, hogy 3-as föld. Rend 8,4 méter. Okay. Jó, 22 és fél perc alatt amúgy végez. Nagyon jó. Oksa. Na hát akkor pattaltunk át vissza a kombányba, mehetünk vele tovább. Szerintem olyan nincs, Mark, hogy optimális idősebesség a farmingba.
Én úgy játszok, meg szerintem a legtöbben egyébként úgy játszanak, hogy leveszik felesre az időt, megcsinálják, amit meg akarnak, aztán átpörgetik a napot. Szerintem olyan nincs a farmingban, hogy optimális időpörgetés, mert ugye ahogy haladsz előre, ugye a játék elején nagyon kevés dolgod van, a játék vége felé meg már rengeteg, valamikor a 48 óra, hogyha rendesen menne az idő, 48 óra is kevés lenne arra, hogy megcsinálj valamit egy nap alatt. Szóval én nem. Én szerintem olyan nem létezik a farmingban, hogy optimális, mert mikor mi az optimális. Nekem most lehet, hogy a 15-ös időpörgetés arra, hogy ezt egy nap alatt learassam, az teljesen jó lenne, de hogyha még akarnék valami más munkát mellette csinálni, akkor már nem férne bele. Úgyhogy szerintem nincs olyan, hogy optimális idő. Én mondom, én így játszok, mindig is így játszottam a farmingot, hogy a lehető legkisebb időn megcsinálom a munkákat, amiket meg akarok csinálni, aztán átpörgetem a napot, amikor végeztem vele. De szerintem nagyon sokan így játsszák a farmingot, ugye valakik fix idővel játszanak, ugye nyilván ott több ember kell, azért azt hozzá kell tenni, hogy a fix idős farming játékhoz, amikor mondjuk nem felesen megy az idő, hanem mondjuk 15-ösön, esetleg 30-ason, de inkább csak 15-ösön vagy 5-ösön, akkor azért ott kell ember ahhoz, hogy ugye meg tudjátok csinálni a munkákat szinte maradéktalanul. De annak is van egy vája amúgy, amikor fix idővel játszol, főleg, hogyha be van kapcsolva a season, meg minden egyéb, úgyhogy azért ad egy kis valóságfaktort a dolognak, hogy hát lesz-e idő betakarítani, lesz-e idő leműtrágyázni, lesz idő az állatoknak enni adni, meg stb. Úgyhogy igazából abban is van jó dolog, de ha egyedül játszik az ember, akkor én legalábbis mondom, én így szoktam, hogy felesen van folyamatosan. Igen, ugye a játékos ennyi idő elteltével inkább azok a kérdések foglalkoztatnak, hogy amint kijön az új, fájószívvel hagyod félbe ezt a játékot, vagy jobban lelkesít, hogy miért az új van. Ja, de hogy fogom fájószívvel abba hagyni? Le is törlöm a gépről azon nyomban. Jó, nyilván nem, mert csinálok majd összehasonlító videókat, hogyha jön új, meg stb. De egyébként nem fogok vele játszani. Ez olyan, mint hogy kijött a Forza Horizon 5, a 4-et már is felejtettem. Meg a 3-t is elfelejtettem, amikor kijött a 4, szóval az új mindig jobb mindenből általában. Most körbe tudtam menni. Éppen, várjál, még nem biztos, de most éppen körbe tudtam menni. Az kemény amúgy. Éppen körbe sikerült menni. Ja, igen, meg hát ugye ott ugye az a rossz, hogyha tehát, hogy gyors időteléssel játszol, hogyha egy nagy földet vetsz be kis géppel, akkor a földnek a fele elkezd ugye már megnőni, amikor még csak veted. Még veted, de már elkezd megnőni. Ja, hát most nem az volt a kérdés, Attila, hogy visszasírom-e a 4-et vagy nem, hanem hogy elfelejtem a játékot onnantól kezdve, ha megjelenik az új, persze. Hát miért játszanék a régivel, ha tudok az újjal? Üdvözlet mindenkinek, sziasztok! Hali-hali! Nem látom úgymond értelmét játszani. Addig, amíg csinálok majd belőle, valószínű, hogyha jön majd új egyszer, ki tudja. Hogyha jön majd új egyszer, akkor nyilván fogok összehasonlító videókat csinálni róla. Akár grafikailag, hogy változott-e. Ugye egymás fölé rakom a kettő aratást, és akkor megnézzük, hogy van-e köztük különbség, meg ilyenek. Addig fogok, de már úgy aktívan nem fog játszani a farminggal. Hát ugye most van március, ugye hogyha jelenik meg új farming, az általában mindig novemberben szokott megjelenni. Azért addig még van 9 hónap, ez a térkép nem tudom, hogy mennyit fog megélni, de lehet, hogy még talán egy farming térképet, ha idén jön, persze ezt hozzá kell tenni, ha idén jön új farming, akkor lehet, hogy talán még egy új farming 22 térképbe bele fogok kezdeni, de ez nem biztos. Ha
Hát igazából ez a farmingnál nem szokott így lenni. Azért nem, mert a farmingban ugye amik megjelennek DLC-vel az előző játékban, a következőben azok alapból benne vannak, szóval kevesebb semmiképp nem lesz a játék. A farmingnál ez így ilyen kivételes dolog. Ezt itt nem fogod kevesebbnek érezni. Igen, egy City Skyline-nál egyébként, igen, vagy mondjuk Sims-nél, az mondjuk nem, mert elég rég jött új, de, ja. És az most is jönnek DLC-k, meg kitek, meg minden szarok. Mindig több, de igen, amúgy veszélyes ilyenkor kiadni egy játékot, mert ahogy például egy Sims-nél, ha megjelenne egy új Sims, akkor biztos, hogy elkezdenék hasonlítani, hogy a Sims 4-ben mennyi minden van. Jó, de a Sims 4 az hány éves játék már? Tehát majd amikor annyi idős lesz az új Sims, akkor majd akkor kell megnézni, mennyi minden van hozzá. Ja, nagyon durva amúgy a mobilos FS. Nagyon durva a mobilos farming szimulátor, ez így van egyébként. A Farming Simulator 23, ugye ami mobilra, tabletre, meg azt hiszem Nintendo-ra van talán. Nem vagyok benne biztos. Mobilra, tabletbe biztos vagyok. Az amúgy tök jól néz ki. Abszolút, tehát nagyon jó grafikája van neki. De jól sikerült mobilos játék. Utkor játszottam is vele egy kicsit. Főleg, hogyha van hozzá, mondjam, telefonhoz hozzákötsz egy kontrollert, akármilyen vezeték nélküli kontrollert, akár egy Xbox-ét, vagy egy PlayStation-ét, vagy valami Androiddal kompatibilis Bluetooth-os kontrollert, akkor meg aztán tök olyan a mobilos játék, mint hogyha a rendes farmingot nyomnád ugye konzolon. Mert ugye ugyanúgy van benne minden tényleg. Múltkor kipróbáltam a GeForce Now-t, hogy milyen. Elég éjszaka, hajnalba próbáltam ki, ugye akkor biztos, hogy nincs lag, és nem is volt. Ilyen 20-as pingen volt a GeForce Now-ba. Forza Horizon 5-öt néztem meg, és basszus, de ilyen 20-as ping volt, 60 FPS, és driftelni tudtam benne. Tökre meglepődtem amúgy, mert ugye nyilván ezeknél, főleg egy driftnél, ott nagyon pontosan, nagyon időbe kell reagálnod ugye egy pici korrigálással is, bármikor, ugye drift az azért jó, hogy ilyen teszt erre például, mert hogy ott tényleg nagyobb piciket kell ugye korrigálni, akár kontrollerrel, vagy bármivel, meg hát ugye ott nagyon számít az, hogy mikor korrigálsz, meg mennyi gázt adsz, meg mikor azt mennyi gázt, vagy mennyit fékezel, stb. Tök jól lehetett vele drifte, meg is lepődtem amúgy, hogy egy olyan játékkal játszottam mobilon, ugye ami számítógépes játék, és ezt mobilon csináltam, fú, nagyon kemény volt. Fura élmény voltam, olyan pici belátni amúgy, pici, idézve pici, de hát, hogy a 6,4-szolos kijelző az kicsi, a monitorhoz képest, ami 27. Olyan kicsibe látni a Forzát, nagyon furcsa volt amúgy. Sokszor azért nem is ment, mert hogy azt néztem, hogy de kicsi. De magával az irányítással nem volt probléma, meg is lepődtem. Na ez megtelt. A 22 ezer fér el ebbe. Hát mondjuk ennek a traktornak nem is kell több, hogy több férjen bele, mert alig bírja kihúzni.
Milyen gumi van ezen? Trelleborg. Akkor azért. Nem tud kapaszkodni rendesen. Még komoly emelkedő van itt. Hoppá! Annyira néztem a traktort, hogy közben mondom, mindjárt itt a kereszteződés, túl is mentem rajta. Jaja, a 81. rész már, igen. Nem is tudom, szerintem a farm... Várjál, a farming 19... Na, ezt megnézem. FS 19-ben mennyi volt a maximum? Amikor azt nem tudom, mert ott nem számoztam szerintem sorba őket. Hanem a új térképet kezdtem, akkor előkezdtem a számozást. De igazából... Szerintem úgy meg tudom nézni, hogy beírom Farming Simulator 19. Farming Simulator 19, és akkor összesen mennyit ad ki. Hát ebben a videók is benne vannak. Összes mutatása. 72 stream volt összesen. Ha jól látom. Farming Simulator 19-ből. Jaja. 72 darab stream volt belőle. Videó meg... 11. Hát ez nem sok. Videó meg 11 darab. Igen, akkor többre jutottam már most a izével. A 20 Farming Simulator 22-vel. Vissza a játékba. Hát akkor már egy 9 streammel már megelőztem a Farming Simulator 19-es teljesítményemet. 17-ből mennyi volt? Általában kevés volt. Hány órán van a 22-ben? 440. Az igen. 440 órán van benne. De ugye ebben rengeteg videófelvétel van, nagyon sok óra. Amikor csak álltam egy helybe, mert kerestem mondjuk borítóképet vagy valamit, és akkor elfelejtettem kilépni a játékból. Volt olyan is, rácok, hogy úgy streameltem valami játékot, hogy alatta ment a farming. Volt olyan is, hogy elfelejtettem, ugye délután csináltam valamit a farmingba, leraktam tálcára, elfelejtettem, este indítottam a streamet, és akkor amikor leállítottam a játék streamet, akkor vettem észre, hogy ja, amúgy megment a farming végig alatta közben. De azért ez a 440, ez elég csalóka. Na várjál, hova kell beöntenem ezt? Hol van nekem itt silóm? Tehát igen, hát itt bárhova azt mondja. Most ezekbe hogy kell beönteni, várjál már. De te... Ez olyan, hogy a tetején kell beönteni? Hogy ez hogy működik? Vagy... Nem. Nem tudom. Ilyet még nem láttam amúgy. Ilyen silót. Fogalmam se nincsen. 980 ezer liter. 1 millió 1. Siló üres. Nem véletlenül van itt ez a gép valószínű.
Hűha! Tényleg így kell beletölteni, beszarás. Várja. Mondom, ebbe kell majd beleszórni. De ez most komoly, hogy tényleg így kell beletenni? Én ezt nem hiszem el amúgy. Én sose láttam ilyet. Nem is mutatja az opciót, hogy egyáltalán bele tudnám tölteni. Most. Ah, tölti bele. Bele is töltötte, ha jól láttam. Ja, ott van 22.000 liter búza van benne. Jó, akkor ezt így kell. Oké. Le is állítom. Jó. Hát ezt is megtanultuk. Ilyet sem használtam még sose. Wow, ez amúgy nagyon menő. Nagyon tetszik. Nagyon király cucc. És a kitöltés is így fog menni. Ha jól látom, közben végzett a rendrakással. De mindjárt be is, ahogy visszaértem ezzel, akkor a John Deere Truck-ezt azt beállítjuk, akkor szilásbálát készíteni. Viszont lassú volt az Auger Otto, hogy ilyennel játszottál? Aha. Hát ez elég gyors volt. Ez elég gyors Auger volt, tetszett. Adjad, ez nagyon tetszik. Hú, de jó. Ezt máshol is fogom használni, hogyha lehet, ha lesz elég helyem hozzá. Hú, ez nagyon menő. Meg így van 2x980.000 liter helyen, meg egy van egy 1.000.000-es. Abba azért lehet pakolni. Mondjuk ekkora térképnél. Na. Ja, még nem végzett. Még nem végzett. Még van neki egy kicsi akkor. Aha, jó. Nem baj, toljad. És ugye fontos dolog, hogy a szilásbál a készítést és ugyanezzel a rúttal, útvonallal kell majd megcsinálnunk, hisz ugye nyilván ezen fog tökéletesen végigmenni majd. Hát nem is tökéletesen, de nagyjából tökéletesen végigmenni. Jó, na, mehetünk is. High Automation Beam MG, az jó lett amúgy. Hú, ne tudjátok meg amúgy, a Gemini egyébként összességében szerintem kicsit értetlenebb amúgy, mint a ChatGPT. Én úgy vettem észre, mert hú, ne tudjátok meg, mit levitatkoztam vele a fékről, meg
meg a gumiknak a méretéről, a helyes méret megadásról. Nagyon, nagyon sok mindent levitatkoztam vele. De hát erről beszélek is a videóban amúgy. Már itt veszekedtem szó szerint itt a gép előtt. Mondom, nem igaz, hogy nem tudod megcsinálni. Hát mondom, egy robottal veszekedek. Hát mondom, itt a jövő. Mondom, egy robottal veszekedek. Aurora jobban tetszett? Amúgy az egy fun autó lett az Aurora, így van. Kíváncsi vagyok rá, hogy a Microsoft Copilot majd mit fog intézni. Microsoft Copilot. Azt tudom, hogy a Microsoft Copilotnak, mivel ugye ezeket tesztelgetem, hogy két részletbe kell beadni magát ugye az instrukciókat, mert ugye ott van egy maximum karakterszám, amit be tudsz írni, azt hiszem 5000, vagy 3000? 3000. És ez meg valami, nem tudom, 6000 valahány száz karakterből áll, azt hiszem, vagy 5000 valahány százból, nem tudom pontosan. De jó vagy! Bence, nagyon szépen köszönöm neked a 6-ot! Jó estét, köszönöm szépen, Isten tarts meg jó szokásodat, köszi, köszi! A végén nagyon bejön az a két játék. Szerintem amúgy nagyon jó mind a kettő játék, külön-külön is, de az, hogy ezt ők megmerték lépni, hogy kooperáljanak egymással és létrehozzanak egy ennyire egyedi dolgot, az valami eszméletlen. Amúgy én pont ezen gondolkodtam még nagyon-nagyon régen, amikor ez ugye nem működött a két játék között ez a dolog, hogy készen van a cosplay amúgy, mindjárt rá is nézünk, szóval hogy mekkora jó lenne már az automation-es autókat, amiket úgy megcsinálsz csak úgy fejből, vagy kitalálsz valami hülyeséget, azt valahogy betenni a BeamMG-be, ahol meg ugye rendesen ugye szimulált világ van. Mekkora jó lenne is. Valahogy meghallották, vagy nem tudom, de ezt így kérdezik, nagyon sokat gondolkodtam ezen régen, amikor ez még nem működött, és egyszer csak ugye jött a hír, az update mindkét játékhoz, hogy ki lehet exportálni az automation-es autókat a BeamMG Drive-ba, hát én akkor teljesen le voltam hidalva. Mondom, ez az, megcsinálták, nagy királyok. Úgyhogy megcsinálták a lehetetlent, a legjobb dolgot megcsinálták, amivel meg lehet lepni a játékosokat, akik mindkét játéknak a szerelmesei. Akkora nagy király dolgot csináltak, hihetetlen. No, hát akkor ezzel meg vagyunk. Beparkolok valahova. Valahova. Hát meg ez egy tényleg akkora egyedi dolog, amit ők azzal létrehoztak. Eléggé réteg, mert azért a BeamMG is, mondjuk már kezd elkurvulni, mármint hogy nem azért, mert hogy a játék lesz rosszabb, hanem a közönsége a BeamMG-nek sajnos. De az Automation még azért mindig egy nagyon komoly réteg játék, és nagyon-nagyon, hát nem kevés ember játszik vele, csak hogy kevés ember értékeli azt, ami abban a játékban benne van, pedig az azt valami eszméletlen tudás meg adat, ami abban a játékban is benne van. Kettőt együtt meg, hát ez nagyon jó, én nagyon imádom mindkettőt. Nagyon hülye vagyok hozzá mindkettőhöz, még mindig azt érzem amúgy, hogy mind az Automationhöz, mind pedig a BeamMG-hez nagyon-nagyon kevés a tudásom. Hát ezen akarok javítani. Hát ez ilyen egyszeri dolog. Aha, amúgy szerintem is ez abszolút ilyen egyszeri dolog most. Igen. Valahol itt van az várjátok, be kell állítanunk a méretet. Bár a méret, azt hiszem, ezt most meg kell nézni, mekkorát tud becsomagolni, szerintem 150 centit. Azt mondja, ja, 150 centit tud, akkor 150 centis bálákat fogunk készíteni. 150 centi. Bálázógép kinyitása. Automatikus szórás bekapcsolása. És valahol itt van a kezdőpontunk, hogyha jól emlékszem. De majd mindjárt úgyis kijavít a játék, és első pontra rákattintok, ja, így.
Na, elkezdi? Elkezdi. Egyet megvárok azért. Meg hogy milyen bára lesz ebből, arra vagyok kíváncsi amúgy. Meg hogy ezt el tudom-e adni? Várjatok. Húha! Igaz, igaz. Várj, milyen bára lesz ebből. Ezt becsomagolja mindjárt. Jönnek a dízelek egyébként a játékba. Jönnek a dízelek, jönnek az elektromosak, meg jön a kompresszor is. Most azt hiszem erre az évre ennyi fejlesztésük van, amit meg akarnak valósítani. Azt mondja, hogy alfalfa, tehát lucerna bála, erjesztés 0%. Hát meglátjuk, nem tudom most így hirtelen, hogy ezzel jók leszünk-e. Megnézem itt az eladásnál, hogy van-e külön ilyen. Vagy csak simán szilárd van. Ha simán szilárd van, akkor egyféle van. Jó. Egyféle van akkor ezek szerint. Automation-ből át lehet a BeamMG-be rakni az autóid? Igen, amikor kész egy autóval, ott van egy gomba végén, hogy export to BeamMG, és semmit nem kell csinálnod. Megnyomsz egy gombot, elnevezed, és de hát megnézed a videómat, akkor ott kiexportálom, meglátod, hogy mit kell csinálni amúgy, ott van fönt a linkje a chatnek a tetején. Csak belepörgetsz oda, ahol kiexportálom a kocsit, de... és annyi. Amúgy semmi. Ott van egy gomb, egy BeamMG ikon, amire rákattintasz, és exportálod is a kocsidat ki. Még a BeamMG nincs meg. Ja. Hát úgy működik amúgy. Automationben csinálsz autót, a BeamMG-ben meg ki tudod próbálni. És nagyon jól ki tudod próbálni. Hang is átmegy, és ez folyamatosan fejlesztik egyébként ezeket a funkciókat. Tehát mind az Automation, mind pedig a BeamMG optimalizálja folyamatosan ezt a funkciót, ezt az exportálást, de ugye nyilván főleg itt az Automationnek kell dolgoznia. Az Automation fejlesztőjének ezzel az exportálás dologgal. De most már például, hogyha tudsz ugye kocsi belsőt csinálni az Automation-be, ugye egy autónak tudsz üléseket, műszerfalat, kormánypedált, szőnyeget, mindent, amit el tudsz képzelni, mindent tudsz már a belsőbe bepakolni, én azzal nem foglalkozok, mert ez nagyon nehéz szerintem. Meg aprólékos. És ugye régen úgy lehetett átexportálni, hogy csak sima fekete üveg, nem látsz be a kocsiba, most már tudsz rendesen, akár teljesen átlátszó üveggel is exportálni autót, úgyhogy megcsinálod a belsejét is. Aha, nagyon ritka az e-féle összedolgozás a fejlesztők közt, így van amúgy, így van. Például lehetne, mint ahogy régen is volt, ilyen játék, a Total Club Manager, meg a FIFA ugye össze volt boronálva, és összesen volt egy ilyen Total Club Manager rész, ahol a saját csapatoddal, amit ugye összeraktam, amit menedzseltél, hogyha megvolt akkor az aktuális FIFA, akkor le tudtad játszani a meccseket a Total Club Managerben összerakott csapatoddal. És ugye az aktuális meccset, ami a Total Club Managerben jött, azt le tudtad játszani. Ilyen is volt. Ez is megszűnt. Nem is értem, hogy miért. Pedig tök menő szerintem. Biztos nem volt hozzá. Biztos nem volt hozzá elég ember, vagy nem díjazták a játékosok, vagy nem tudom, nekem amúgy nagyon tetszett. Én egyszer próbáltam ki így játékot egy ismerősömnél. Még a Total Club Manager 2004-et talán, azt hiszem, hogy a 2004-en lehetett így összehangolni. Nagyon jó volt. Elektromos is izgalmasan hangzik, így van amúgy a játékon belül. Meg aztán gondolj bele, hogy milyen jó összehasonlítókat lehet majd csinálni, hogy elektromos autót építesz az Automationbe, meg nagyjából ugyanolyat építesz benzinesbe, meg mondjuk, hogyha bejön addig a dízel, akkor dízelbe, és akkor a BeamMG-be milyen összehasonlításokat lehet majd csinálni. Szóval amúgy jó lesz, én várom amúgy, hogy bejön az elektromos autó az Automationbe, kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan adják meg a dolgokat. Nagyon
Meg hát ugye azért azt ne felejtsük el, ugye az Automationnek van egy karrier módja, amivel azért ott lehet játszani. Ugye, hogy országoknak adsz el ugye autókat, mint te autógyártó, és ha megpróbálsz a kereslet után, vagy előtt, megpróbálod kitalálni azt, hogy milyen autóra lesz majd kereslet a következő 5 évben, és hogyha az egy nyerő széria volt, akkor tudsz jobb autót fejleszteni, hogyha bukó volt, akkor nehéz lesz a következő pár év a játékban. Karriertolod és nem csődöltél be, az király. De amúgy a legjobb Automationben már amúgy van beépített AI. Van beépített AI, aminek kiválasztott azt, hogy melyik országra szeretnél autót készíteni, milyen autótípust szeretnél készíteni. Rányomsz a gombra és megcsinálja. Ő van már a játékon belül is AI. Nem csak így, ahogy én csinálom. Hát igen. De hogyha valaki el akarja kezdeni a játékot, és mondjuk nem arra használja az AI-t, hogy tényleg helyette játszon, hanem mondjuk mutasson neki praktikákat a játékba, hogy hogy érdemes elkezdeni, szerintem arra tökéletesen. Az szerintem nagyon tökéletes amúgy az AI, mert ugyanúgy meg tudod nézni az autónak az alkatrészét, hogy miből rakta össze, hogy rakta össze, hogy kell elki, mert azt most nem fogod tudni hirtelen magadtól, hogy egy family comfort autót, azt hogy kell összerakni. Meg hogy az miből áll össze, ugye, hogy egy, mi az a family comfort, egy family premium, vagy csak simán egy premium sport autó, az mitől premium és mitől sport. Ugye ezt így nem tudod magadtól, viszont az AI ugye összerakja, megnézed, és akkor kapsz egy mintát, hogy aha, hát ez így tud kinézni. Legalábbis én így használnám. Igen, Attila, amúgy igen. Hát ez, az aratás az egy tökéletes alkalom, meg bármilyen nagy földön való tevékenység viszonylag kisebb géppel, az arra való, hogy beszélgessünk közben. Igen, igen. Szia Pongo, hello! Szerintem én ezzel el is fogok menni majd ezzel a traktorral vissza. Várjál, kifogyott belőle. Becsukom először, és utána állítom csak le. Christmas tree, már megint? Az volt, megint Christmas tree volt. Ez nem a legerős... Hány lóerős ez a traktor? Ez egy kis traktor. Ja, ez egy kis traktor! 145 lóerő. Értem már, hogy akkor mi vagyunk ilyen szarok. 190 ló, ez 280. Ja, jó van, akkor én meg itt ezzel küzdök, érted, hogy a 20 tonnákat húzogatok magam mögött. Nézem is, mondom, olyan nehezen megy neki, hát ezért. Itt lesz egy pár bálánk, ahogy látom. Össze is kell majd kapkodni. Hú, azt viszont kell vennem tényleg autolódos kocsit majd. Kettőt. Össze tudjam kapni a bálákat szépen. Nem tudom, hogy be kell-e ahhoz indítani ezt a gépet, hogy át tudjuk tölteni ugye magát a búzát.
mindjárt kiderül. Nem kell. Töltődik a búza. Ah, ott megy bele. Király. Ja, hát igen, a bálákhoz az autólót, de nem csak a bálákhoz, mindenhez. Nagyon jó. A single player játékosoknak áldás. A cosplay is, meg az autólód is, meg az autódrive is egyébként. Én ezt még sose használtam. Nem is tudom pontosan, hogy az, hogy működik ez a mod. Mert még sose használtam. PH-ja rossz, talajnak ugye a nitrogén, meg majd amikor vetünk bele valamit, akkor lesz. Akkor derül ki, hogy mennyire jó. Úgyhogy majd hozni kell mindent. Autodrive-val jól lehet szőlőzni. Igen, Martin, ez így van. Ezt teljesen jól gondolod. Mindenki tudja a feladatát csinálni. Mindenki rá van állva egy feladatra és azt csinálja. Igen, igen. Ahhoz csapat kell. Autolód nélküli munkához. Ugye hozzáértő játékosok, akik nem 3 órát pakolnak meg egy pultkocsit vállával, hanem gyorsabban attól. Szerintem a felén túl vagyok. Ahhoz képest, hogy ez egy rossz talaj, én már most bevittem ugye 2 útkocsival. 40 ezer liter van bent most. Ez nem rossz, erről földre jön rendesen. Mi lesz, hogyha majd izé lesz itt? A regdesz csinálva rendesen a föld, mármint hogy teljesen elő lesz készítve a betésre, és tökéletesen tudnak rajta nőni a növények. Akkor mennyi jön majd le? Aztán ezt össze is fogom hasonlítani, szerintem újra búza fog belekerülni. Azért, hogy a búza, mert azzal sok mindent tudunk csinálni az elején. Ezért is van autólód. Igen, amúgy, igen, Zoli. Ezért is van az autólód, pontosan. Hát igen, csapat az nem mindig ér rá, így van. Én ezért nem multiplayer ezek amúgy. Többek között. Random emberekkel nem akarok játszani. X csapatban meg ugye az a gond, hogy valaki biztos nem fog ráérni. Azért a farminghoz nem elég még plusz egy ember, akkor már legalább 3-4-en kell lenni, hogy így értelmes mennyiséget tudjunk termelni. Ugye most itt is miközben én aratok, valaki már ugye tudna már vetni, miután végeztünk az aratással, akkor lehetne ugye a pH-t beállítani a földön, közben ugye valaki tudná szedni a bálát, úgyhogy itt is egy ilyen 4-5 ember simán el tudna lenni, lenne mit csinálni.
Nagyon tetszik ez a kombájn, amúgy tök jól néz ki. Hát igen. Általában ez a vége, Zoli, igen. Lehet persze, Kitty. Hogyha nem az, hogy mikor lesz, meg ennek a egyéb permutációi, akkor lehet nyugodtan kérdésed, hogy ne. Jó estét mindenkinek, sziasztok, hello belül. Már megint 9000 liter van benne, az szép, mindjárt is ott mindjárt 9000. Komoly. Jobb klikkel forgatod a tárgyakat. Csak egy jobb klikkel szedjet és akkor forog. Annyiszor kell klikkelni, amerre akarod forgatni. Ahányszor el akarod forgatni, ugye 45 fok, azt hiszem úgy forognak. Na, a szegény kis traktort akkor megint megszenvedtetjük. Ez egy jó pénzalap lesz egyébként. Mind a szilás, mind pedig a búza. A búzán nem hiszem, hogy most továbbadok. Lehet, hogy ezzel megvárok egy babonamalmot, meg egy pékséget. De jó amúgy, hogy a cosplay tudja csinálni ezt a bálázást, meg úgy az egész fűves területnek a gondozását, annyira király. Még annak neki kéne állnom, még ezután, hogy ezt megcsináljam, után lenne. Örülök neki. Cosplaybe az a jó, hogy ő mindig ráér. Cosplaybe az a jó, hogy ő mindig ráér, nem kell várni, nincsenek kifogások, nem jó neki az időpont, stb. Cosplay mindig ráér. Az ő a legjobb társam. A legjobb farmingos a cosplay. Ezen alapon szakítottak a hagyománya, hogy mindent kicsiben kezdesz, de ez nem rossz. Hát Zoli, igazából mindent kicsiben kezdesz. Mert... milyen földjeink vannak? Várjál. Vér miatt se ugatja. Valami miénk, az egy 20 hektáros föld. De ugye azon van több kicsi, meg ugye miénk a 8-as farmland, ami ugye 9-es föld, de 7 hektáros. És amúgy, figyelj, 18 hektár, 21 hektár, 20, 15, 43. Persze, tudom, hogy nem ilyen 0,3 hektáros földel, meg 1 méteres,
géppel kezdesz, hogy ne tudom, hogy hogy érted, de hogy arányaiban nézve igazából kicsibe kezdesz ezen a térképen ugyanúgy. Csak itt más a kicsi. Ugye, mint Amerikában, ugye a kiskóla, a mekibe az egy literes. Hát, hogy nem, a kiskóla a fél literes Amerikában, ugye nálunk a 2 decis. Náluk a nagy kóla az 2 liter. Tehát, hogy a mekis menü az adnak 2 liter kólát. Náluk az a nagy kóla. Nálunk ugye a legnagyobb kóla a fél literes. Úgyhogy náluk mások a méretek. Náluk mások a méretek, ugye? Szóval ez a kicsi farm, ami most nekem van. Ez a kicsi farm. Kicsi, hát a, igen, kicsi, de európai szemmel nagy. Úgyhogy csak nézőpont kérdése, hogy mi a kicsi meg a nagy, de valóban itt ezen a térképen nem igen 0,2 hektáros zsebföldekkel kezdünk, hanem azért itt van mérete neki. Van kiterjedése. Meg hozzá természetesen gépeket is adott a mód készítője. Örülünk neki. Ezért is tetszett meg hirtelen ez a térkép. Ezért is tetszett meg ez a térkép, mert mondom, nem az van, hogy tényleg ilyen 10 centis földdarabbal kezdesz, hanem egy kicsit komolyabbal. Na végre valami kis más. Ja, hát igen. Igen, a Big Bad-ok, a Big Bad traktorok, azok azért... Hát igen. Máshogy művelik a földeket. Mások a nagyságok is, amiket megművelnek. Ugye 4 kombány megy egyszerre egy földön. Hát ez a térkép is nagyon meg van csinálva, ugye az időjárási viszonyok is, ez az Alma város időjárási viszonyai vannak benne. Ugye precision farming is hozzá van igazítva, a tél is hozzá van igazítva. Ezen a térképen a bérmunkának is van értelme? Igen, igen. Egy föld nagyobb egy pár országnál. Hát ja, ilyen városállamoktól biztos. Igen, igen. Persze. Igen, igen. Az amerikai kamionok is teljesen máshogy néznek ki. Hát meg az autók is. Néznek a 60-as évekbeli európai autókat, meg néznek a 60-as évekbeli amerikai autókat, vagy az 50-es évekbeliket. Milyenek. Más a felfogás, minden más. Nálok örön, hogy 1-4 benzin az a fűnyíró otthon. Azt tolja a gyerek hétvégente, lenyírja a füvet. 1,4 literes fűnyírót. Nem veszek csuklós járművet, nagyon utálom a farmokba őket irányítani. Ugye a kéznek van egy olyan, ami úgy néz ki, mint a csuklós lenne, de nem az. Ugye a kéznek van itt a játékban egy olyan, ami úgy néz ki, mint a csuklós lenne, de igazából a kerekeig kanyarodna. Az volt benne a szilárdsetaposás tutoriálos videómban. Ugye, hogy megszavasítottam, hogy a 40 tonnás traktor, meg a
Ez 1,1 tonnás traktor, az van-e különbség a letaposásban, ugye szilásnál, a tömörítésnél, az volt benne, az a traktor, és hogy annak a kerekei fordulnak, nem pedig a csukló hajlik. Végírod az összes márkát, hogy vegyek ezt, vegyek azt? Vegyél te! Miért én vegyek? Valamiben elakadt, tehát egy bálába. Én tudom, mibe akadt el. Már nem akadt el, jó. Tényleg nem akadt el, melyik tovább. Pa. Vegyél levegőt, nem veszek! Azt volt a videóban? Nem. Kéz. Nem tudom, melyik kéz volt. Aztán ez. Mert ugye, nem ez csak, várjál. Ez. Nem? Mert tudom én melyik volt. Valamelyik. Valamelyik nem csuklik, azt tudom. Nem tudom melyik volt, nem emlékszem. Hogy várjál, New Holland volt? Nem tudom, valamelyik nem csuklik, pedig úgy néz ki, mint hogyha csuklana. Nem emlékszem már. Szerintem kéz volt benne. Bár lehet, hogy ez első felvételben kéz volt, aztán találtam egy nehezebbet. És arra emlékszem, hát rég volt. Arra emlékszem, mit ebédeltem, szóval ez nálam simán lehet más is. És annak az ellenkezője is. És viszont valamivel tényleg elakadt. Xerion volt? Aha, lehet, nem tudom. Az igen. Az majdnem sikerül beletölteni. Már segítek. Mire akarsz rá... Erre akarsz ráfordulni? Ez nem fog várni. Hát ez nem nehéz ez a bála. 890 kiló. Nem sok kell neki, hogy befejezzem. Ugye, hogyha végez a cosplay-es bálázással, akkor utána viszont ezt abba kell hagynom, addig, amíg összeszedem a bálákat. Addig mindenképpen. Ugye rögtön veszek 2 utánfutót, azokért elmegyek. Remélem beraktam az autórúdot, vagy bent hagytam. Remélem nem töröltem ki. Meglátjuk majd. Nem emlékszem rá. Hm.
Szerintem nem vettem ki, a Hofbergmannak a szarjait vettem ki, csak ahhoz kapcsolódó ilyen kiegészítő modokat, hogy ugye magát a térképet. Azt vettem még ki. Meg a hozzá kapcsolódó ilyen kötelező modokat, Maze Plus, meg ilyenek. Vagy hát nem kötelező, ilyen opcionálisan kötelező. Jó, ha van. Modokat vettem ki. Kész van, na, nagyon jó. Akkor... majdnem tele is van, úgyhogy ezt is közben elviszem. Ezt is elviszem közben. Szenved. Na mondjuk az a Serion az még nagyon csúnya, az a traktor. Nem biztos, hogy játszanék vele. Tök jól összeszedte. Na azt nézem, hogy a bálázó az egészen jól végigment, hogy ott hagyott egy nagyon picit. De amúgy... teljesen jól összeszedte a füvet. Régebbi jobban nézett ki? Hát én nem tudom, hogy hogy nézett ki a régebbi, nem emlékszem rá, de... ez nem tetszik. Ez a mostani. Megy bele, jó van. Most akkor elméletileg fölfelé kell mennem végig, ugye, hogyha jól emlékszem. Kell nekünk pótkocsi. Itt van. Ebből kell nekem az autolód palett extrém, az kell. Nem a normál. Nem az extrém, igen, 12 férjen el, azaz. Színe legyen. Ilyen. Egyszer. Meg legyen egy... piros, meg ilyen színű, fordítva, ilyen, meg piros. Jó. Hát nem sok mindent láttam a térképből eddig. Nagy. Az kell, igazából tényleg az, hogy nagy. De itt legalább el lehet majd pakolni gyárakat össze-vissza, hogyha akarok berakni majd később ilyen modos gyárakat, amik ugye nincsenek bent a térképen, és mondjuk akarok gyártani akár Pepsit vagy valamit, valami olyan dolgot, ami nincs a játékon belül amúgy, akkor legalább ott le lehet rakni. Mert van hely. Ez is egy kicsit nem is kicsit dimbes dombos térkép, de azért találni rajta olyan helyeket, ahova tudunk majd pakolászni. Azért vannak fel, 34-es kukorica föl, te jó Isten! Azt a rohadt élet, mekkora nagy!
Az igen. Hát ott azt össze kell szántani, ott szépen egyenesre ki kell szántani itt a sarkát ennek a 34-es föltnek. Hát hogy néz az ki? Ide be kell szántani a dolg... Ja, hát ezt így végig kéne szántani, hogy jól nézzen ki. Hopp, hopp, ott vannak a cuccaim, ott vannak a cuccaim. Ide pakolja ki hátra. Jó. Erre beállítjuk, hogy 150-es pála megy rá. Ugye ezzel így 24-et tudok majd felszedni. A... hoppá! Igen. Jó. Százötvenes pála, oké. Okay. CP az dolgozik keményen. CP az nyomatja neki. Mondom, ő a legjobb farmingos, a CP. Ő a legjobb farmingos a világon. Megmondod neki, vagyis hát a legjobb farmingos segítség. Megmondod neki, mit csináljon, megcsinálja. Ha hülyén mondod meg neki, hogy mit csináljon, akkor hülyén csinálja. Úgyhogy... azt csinálja, amit mondasz neki. Gondoljatok be egy farmingban egy mesterséges intelligenciás bot. Hú, az amúgy milyen komoly lenne. Megírod neki, hogy menj ki a 18-as földre, és haszáld le. És ő fogja, kimegy a 18-as földre és lekasszálja, majd visszajön. Az mekkora lenne amúgy. Ugye mesterséges intelligenciás farming szimulátor. Ez kemény lenne. Hogyha túlérted a zsöveged úrcat is cseszed egy olyan. Semmi értelme nem lenne a játéknak, mert miért ne lenne? Mennyivel jobb az, hogy kiviszed a föld szélére és megold a H betűt? Akkor inkább menjen ki magától a földre. Minden lenne értelme a játéknak. A Quest Player meg az Autodrive-val úgy be tudod állítani most is, hogy neked nem is kell játszanod, hogyha úgy akarsz játszani. Ez a te egyéni preferenciát, hogy úgy játszol a játékkal, hogy menedzser leszel, vagy hogy te is játszol. Na, én nem értem, hogy lehet így hozzáállni ehhez a dologhoz.
Hát mondjuk attól az elég távol van a farmink, hogy ilyen kerüljön bele, ilyen például a saját botja, ezek olyan szarok, hogy hihetetlen. Miért konkrétan a izébe, a Catalan Clause-ba így van. Megmondod neki menüvől, hogy melyik földön, milyen géppel, mit csináljon. És fogja és kimegy és megcsinálja. Tehát ez már 2017-ben működött a izébe. Catalan Clause-ba amúgy. Ez a dolog, úgyhogy ez igazából nem ördögtől való. Ez a dolog már korábban működött. Az igen. Az ott, ott sikerült amúgy azt úgy felrakni oda. Az igen. Oh! Oké. Okay. Jötte. Szerintem nem volt jobb a régebbi farmingokban a bot, mint most. Igazából szerintem sose volt jó. Most talán legalább már tudja egyenesen tartani a traktort, régen még az sem ment neki. Régen, hogyha nem lőtted be milliméterre pontosan egyenesre a földre, akkor kiment a földről. Leszarta, hogy hol a föld széle. Legalább most már nem szarja le a föld szélét. Régen nem érdekelte, hogy hol van a földnek a széle. Ez egy 132.000 liter szilás, azért az úgy nem gyenge. 132x500, ez nem rossz pénz. Én nem tudom itt mennyibe kerül a szilás, de majd meglátjuk. Nem tudom, hol pakoljam le, szerintem ide a épület mellé fogom lerakni. Csak ugye kezdve a másikkal. Itt érjen be. Ugye. Kicsit az autó, de azért vannak bajok, hogy lehetne venni rendesen olyan bála kocsit, ami ezt fel tudja szedni. Hivatalosan is. Semmit nem tudni róla. Hogy lesz új farming idén vagy nem. Amúgy ne tudjátok meg mennyi kérdést kapok. Mint hogyha én valaki lennék. De én tudnám, hogy kap, hogy lesz-e farming vagy nem. Iszonyat kérdés mennyiséget kapok ezzel kapcsolatban. Akár Instagram üzenetbe, Facebookon, DC-n, kommentekbe. Nem tudom, hogy miért gondolják az emberek, hogy én tudok bármit is. Azért, mert játszok a játékkal a streamben, az a farmingosoknál semmit nem jelent. E-mailre se válaszolnak. Annyira nagyba vannak magukkal, hogy
annó kérdeztem ugye a izét, amikor kiadó volt, a kiadóhoz válaszolt, amikor a Giants átvett mindent, ők már válaszolni se válaszolnak. Ja. Ezt nem tudtam. Tegy elő a cégvezetővel. Szerintem, hogyha tudnák, se árulnák el. Ja nem, kaptam egy kifejezetten egy emberhez egy e-mailt. Még nagyon régen. Ugye a régi kiadó összekötő community managerétől, hogy ezt meg ezt kell keresni a Giantsnél, hogyha bármiféle ugye kérdésem van. Például ugye annó a Farming Simulator 22-nek a megszerzése hamarabb, mint ahogy megjelenik. Hát azóta várom a választ az e-mailemre. 2021. júniusa óta. Aki átvette a kiadó community managerének a dolgait, e-mailes listáját, mindent. Azóta várom a válaszát. De már nem kell. Nem kell, hogy válaszoljon. Most lepakolok, hogy eltűnjön, és vissza, így. De ott most megint mi történt? Na, most jó. Még van kettő bála, és akkor kész vagyok. Nem ismerem Damaskin, tudom, hogy ki ő, de ismeri, nem ismerem. Mivel nem beszéltem még vele egy szót se, úgyhogy nem ismerem. Hát azért lett egy pár liter szilás bálám. Egy pár darab és pár liter szilásom pontosabban. Pár darab szilás bálám és pár liter szilásom így összességében. Hát ők nem fognak esni. Farmingtól jelen pillanatban nincsen jobb farmingos játék, úgyhogy esélytelen, hogy ők bukjanak. Oké, okay. Na ez megvan. Kérdés az, hogy van-e valami permetezőm, vagy valamivel kicsit rendbe tudom hozni ezt a földet. Meg hogy most igazából ez a föld minek számít. Remélem évelő növény. Hú, basszus, ez betakarított, várjál. Most akkor az a lucerna az nem olyan, mint a fű, ezek szerint. Hogy a fűnél is ilyenkor betakarított van írva. Nem emlékszem, hogy hogy van a fűnél, megmondom nektek őszintén. Hogy mi van akkor, hogyha a fűvel mi van. Fogalmam nincsen. Műtrágya szóró fog nekem kelleni. Abból is valami nagyobb. Ha ez ilyen drága. Hát ez az, én sem emlékszem rá, hogy mi van a fűvel. Nekem olyan kell, amivel műtrágyát is tudok szórni. 18 méter, az nagyon kicsi a múltba.
Mondjuk meszelnem, szerintem nem kell, azt hiszem, kikapcsoltam talán. Mondjuk akkor a pH nem fog változni. Nyilván ezt nem is tudok kikapcsolni, mert ugye a iszé kezeli a precision farming. Azt nem tudom, hogy most ez évelő növény, ez a lucerna vagy nem. Ez ki fog derülni amúgy, hát figyelj, úgy hagyom a földet, az biztos, egyszer. Ezt csak felakasztom amúgy. Mert nem akasztom föl. Kell vennem egy izét. Egy műtrágyaszórót. Ez ugye nem csak műtrágyaszóró kell, hanem olyan, amivel tudok meszet is szórni. Ez a nagy, ez nem jó nekem. 10.000 literes tud lenni egy ilyen? 42 méterbe? Az hogy tud 10.000 liter capacity XL-es? Oké. Ez 42 méterbe és az mindent szór. Jó, hát első körben nekem, ha jól néztem, akkor izékel. Ja, de azért mindjárt ránézek, de ezt szerintem először izét fogunk szórni. Majd meszet. A füvet is így mutatja, hogy amikor le van kaszálva, akkor jó. Ja, meszet kell, meg majd utána nitrogént, igen. Oké. Okay. Csak előtte lealatom már ezt a földet. Mert ugye akkor utána ide is jövök meszelni, azért. Itt is lesz mit csinálni, ezen a földön. Júliusban fognak infót adni róla. Úgy az érdekes, mert ugye a 22-ről már áprilisban derültek ki, 21 áprilisába derültek ki dolgok. Lehet, hogy itt is fognak, csak majd, hogy több információt majd a FarmCommon fognak nyújtani, biztos. Aha. Hát jó. Akkor nyárig bármiféle infóval nem biztos, hogy kell várnunk. Lehet, hogy kapunk korábban is, mert áprilisban, 21 áprilisában kaptunk információt, ugye egy trélert a Farming 22-ből. De a trailer az trailer, ugye, ez sose a játékról szól igazából, mert hogy abból nem derül ki semmi. Köze nincs a trailereknek a játékhoz igazából. Legalábbis a farming szempontjából sosincs, tehát nincs köze. Hát volt 3 évük. Volt 3 évük azért. De én sem számítok túl nagy változásra, de azért most ugye nem 2 év telt el a két játék között, hanem 3. Úgyhogy ki tudja. Jó ét, Attila, köszi, hogy itt voltál való. 3 év telt el. Van még egy földem. Azon növekszik valami. Nem tudom, micsoda. Igen, Zoli. Szerintem is így van. Húzásokban nem fognak esni.
gondolni kell a következő évjárat, vagy a következő szériára is majd, igen, igen. Ezt én is így gondolom, hogy a szokásos bevált stratégia. Annyi változtatás lesz, hogy a fanoknak megéri megvenni a játékot. És aki esetleg most csöppene bele a farming világába, azt meg azt mondja, hogy wow, mennyi minden van a játékban. Úgyhogy én is arra gondolok, hogy a bevált stratégiát fogják követni, hogy lesz egy-kettő új gép, meg nyilván új térkép, 2-3, lesz új növény, esetleg új állat, production-t azt kibővítik majd még jobban. A szokásos minimumot fogják teljesíteni. Hát ez nem így van. Modok nélkül is tökéletesen jól lehet játszani a játékot. Csak ugye ezt tartja életben a farmingot. Ettől ilyen játszható a játék újra és újra, és ettől nem tudod megunni. Hogy mindig tudsz találni olyat, ami ugye újdonság a játékban a modok által. Ettől nem fogod sose megunni a farmingot. Kitalálsz, mert ugye magad, ez a saját kreativitásodon múlik amúgy, hogy most kitalálsz egy sztorit, hogy csak régi gépekkel játszol, csak új gépekkel, csak kis földeken, csak nagy földeken, megpróbálsz csak egy ilyen növényt termeszteni, ami tudom én olyan nagyon ritka, nem nagyon szoktak vele foglalkozni. Úgyhogy közából a fantáziádon múlik az, hogy mennyi játékidőt tudsz beleölni. A koricám van, wow, az meg szeptember. Kukoricám van, na hát akkor itt a következő szintbe kukoricaratás lesz amúgy. Kipróbáltad a full nulláról indulást is? Az is van, igen, olyat is lehet játszani, persze No Man's Land, meg van egy csomó ilyen, sőt van ilyen districtes pálya is, hogy meg kell vásárolnod a földterületet, ami nagyon komoly, hogy tovább tudj fejlődni. Nagyjából úgy van felosztva, ilyen falakkal van elzárva egymástól a rész. Ilyen, mint az éhező kiadalába. És akkor úgy kell megvásárolnod, hogyha akarsz fejlődni. Ez sok minden van, persze. Alapjában véve modok nélkül ez a játék, hát nem tudom, hogyha két térképet, ami jön vele, ugye kijátszod, hát úgy kijátszod, hogy már tényleg mindent csináltál rajta, és megvan mindenféle fajta gépedből a legnagyobb, ami úgy számol, ami ér is valamit, meg már termeltél mindenféle dolgot, amit ugye a játék alapból ad, azért egy szerintem bele lehet verni a játékba csak azokkal, hogyha mind a két térképen akarsz játszani, meg végig akarod nyomni. Egy ilyen 150 órát simán. És akkor ugye utána jönnek a modok. Amivel meg aztán végtelen. Hát ez jó kérdés.
Én nagyon örülnék neki, hogyha a multiba eltűnne az adatok szinkronizálása dolog. És ezt nem a kliensek között oldaná meg a szerver, hanem a szerver tárolná és azt töltené le az, aki feljön. Picit okosabban is meg lehetne csinálni ezt a szerverre csatlakozok dolgot. Ez szerintem amúgy, ha én azt mondanám, hogy talán ez lesz az egyik újítás, hogy folyamatában tudsz bekapcsolódni majd egy multiplayer szerverre. Én legalábbis nagyon remélem, hogy ez lesz egy újítás az új farmingba, hogy nem fog állni mindenkinek legalább egy 30-40 másodperc a képernyő azért, mert te felcsatlakoztál, hanem csak írja, hogy felcsatlakoztál, az kész, az fent vagy. Én ezt nagyon remélem, hogy ez így meg fog történni azért. Azért 2024-ben új játékot majd megint kiadni, hogy ilyen izé van. Mindenki megáll, mert valaki feljön a szerverre. És ha véletlenül lecsatlakozik közben, akkor meg még hosszabb a várakozási idő, mert akkor meg kell várni a szerver timeoutot. Szóval... nagyon remélem, hogy erre is szánnak időt majd az új farmingnál. De szerintem ez egyfajta játékmotor sajátosság. És ezen gondolom azért nem tudnak változtatni. De hát, hogyha a új játékmotor jön majd, talán, akkor lehet, hogy ez is fog változni. Túl magasak az elvárásaim? Hát... ez nem elvárás, csak... szerintem ez jó lenne. Na mindjárt végzek is a földdel. Azért ez nem volt gyenge ez az aratás itt. És a 4-es föld az még nagyobb. 8,6 hektáros. Az 1,6 hektárral nagyobb, mint ez a föld. Hiszem ez 7 hektár. Igen, ez 7 hektár. Az meg 8,62 hektár. Hú, azon a 8,6 hektárról mennyi siló lejön, ha besilóznám a kukoricát? Akkor meg is oldódna a pénz problémánk szerintem. Mindent tudnék vásárolni. Hát azért a 42 hektáros földet az biztos, hogy meg fogom venni, srácok, az fix. 42 hektáros földdel fogunk foglalkozni. Le kéne silózni a 42 hektáros földet? Aha, nem. Kész. Cukornádat tegyünk rá? Répát, nem? Sima répát, amit ilyen egy méterbe szedünk. Azt kéne.
répát, ezt egy méteres szedővel szedni, soronként. Sőt, az az fél méteres az a szedő, várja, nem is egy méteres. Vannak ötleteim. Vannak ötleteim. 42 hektár répa, mód nélkül, jaja. Mire leszedem, kijön az új játék. Ja, az biztos, mert nem szedném le. Ott rohadna meg a föld. Bekapcsolnám az elrohadást. Ott rohadna rá a földre, vagy bele. Gyerek, ha belerohasztom a répát a földbe, az trágyának számít vajon? Jó kérdés, mi? Tudok még ilyeneket kérdezni. Nagy kulti megoldja gyorsan. Ja, amúgy. Ötletből nincs hiány. Azért nekem is elfogyna a türelmem a játéka kapcsolatban, amikor a 42 hektáros földet, ami be van ültetve répával, be kellene takarítani. Már amikor a izébe próbáltuk, amikor kijött a DLC, és akkor próbáltuk, már akkor feszültek az idegeim közbe. Ez egy 42 hektáros földön, basszus. Az ott kemény lenne. Mennyi lett az annyi? Közben hagyd nézzem már meg. 313 ezer liter az alfalfa, ugye, ami a lucerna. 313 ezer liter. És 249, de várjából szilázs lesz, de most így 78 ezer eurót ér. De ha pörgetek egy időt, vagy egy napot, gyorsan át is pörgetem. Bum bum bum. Jó. Nem tudom, beérett. Na most már szilázson van 159 ezer liter. Na hát ez picit jobb az ára neki, különben dupla, szóval ilyen 150 ezer, nagyjából ilyen 100, várjál, a francokat, ilyen 170 ezer euró lesz. Na az jó. Az jó. A búza is, hogyha 1200 eurón eladnám, majdnem 100 ezer eurót ér. Ja, igen, igen, hát a répa az semmit nem ír a játékban. Itt van. 300 euró most. Amúgy 500, ja, annyit ér, mint a szilás, csak ebből dől a pénz a szilásból, a répából meg nem. Na, de legalább ezt is megtudtuk amúgy, hogy ha becsomagolod a lucernát, akkor abból sima szilás lesz. 570 euróért tudod elpasszolni. Ilyen 170 ezer euróm lesz kávé. Itt alakul át azért. Elég komoly. Ja, úgyhogy igazából elméletileg van 270 ezer euró pluszom. Ami nem rossz. Szerintem az első stream után. És még ugye itt a négyes föld, ami nem szeptemberre, hanem októberre fog beérni. Úgyhogy szeptemberben ezeket a földeket rendbe tudom hozni. Októberben meg jön a nagy kukoricaföldnek a betakarítása majd. Az is jó lesz, az is jó lesz. Ilyen érdekes alakja van. Amúgy kéne csinálni egy olyat,
hogy megvenni a tízeset, és összeszántani így az egészet, így egy nagy földébe szántani. Az hány hektár lenne? Vajon? Hát igazából össze kell adni. Össze kell adni. Hogy van a... Amikor a farmlandbe számol, várja, farmlandes a játék, szóval ugye azt kell nézni, hogy ez 9-es. Itt van a 1-es, a 8-as, meg a 9-es, ezt kell megnéznünk. Ugye az 1-es az 21 hektár, 20 hektár, ezt összeadom, erre kíváncsi vagyok. Ez mennyi lenne, ha azt mondanánk, hogy megcsináljuk. 20,7 hektár, meg 7, meg a melyik? 1-es, 8-as, melyik farmland volt az? 9-es? 9-es, aha. Hoppá. Meg 7, meg 21,13. Na, hát az 48,8 hektár, plusz ugye még az apró, mint a föld, szerintem egy olyan 50 hektár lenne. 50 hektár. Mindent ültetünk rá egyszer, és többet a játékban nem kell foglalkozni azzal a növénnyel. Ez egy, ugye még itt a, ezeket a kis apró földeket még így hozzáveszed, ez még simán van egy 2 hektár. Ezek itt, amiket itt látsz. Összeadod, simán van egy 2 hektár. Szerintem egy 50 hektár simán elérnénk. Az úgy nem lenne szar. És akkor, srácok, vetünk. És akkor 4 óra vetés. Kemény volna. Kemény volna. Mehetne a cosplay körbe. Szépen itt is kiegyenisíteni a földet. Az mennyi idő lenne, míg összeszántom? Az milyen sokáig tartana. Mert amúgy simán össze lehetne őket szántani. Ja, erre üljünk be a izébe. Ebbe. Mert ugye ilyen van köztük. Tehát most itt van ez a... Ugye ez itt a 4-es föld, tehát ezt simán be lehet szántani, ezt a részt. Nagyon optimista vagyok az a 4 órával, szerintem is. De hát a 15 méteres vetőgéppel lehet, hogy gyorsabban menne. Szóval ilyen rész van köztük, szóval semmi patak, meg semmi nincs, hanem csak ilyen tényleg ez a hűves kisbokros részt, amit simán be lehet szántani. Na jó, hát majd amikor már elborult az agyunk teljesen, amikor nem tudunk mit csinálni a játékba, majd hogy ezen a térképen, akkor lehet, hogy ezt meg fogjuk próbálni. Eladom minden ezt a házat, vagy nem tudom mi ez, és ezt is beszántjuk, ezt a helyet is, és akkor még jobb lesz. Ráálltam a cosplayt, és addig streamelünk más. Nem. Cosplay együtt, úgyhogy jó jött a lóvé. Jó, igazából jól termeltünk. Na már 125, hát csak megvárom azt, hogy átalakuljon. Kicsit még belepörgetek itt az időbe. Így eddig. Azért felhús az idő. Na, átalakult. Ezt ma jól mondtam, 178.516 most ezen az áron. Tehát ugye ez 570, vagy hát 570 euró fölé is mehet, szóval ez 180 ezeret simán el fogjuk érni. Én úgy gondolom. Ugye januárban lesz majd juhára, tehát december végén kell majd figyelnünk, december végén, meg január nagyon hajnalba, és akkor jó lehet ennek az eladási ára. Igen, közben tud több gép is dolgozni egy táblán, ez így van. Kihagyja a sort, amit ugye kijelölsz, és akkor csinálja. Jaj. Na, srácok, viszont ennek a streamnek most itt a vége, úgyhogy ez az alma térkép, ez nekem így első kipróbálásra, ez így bejön. Bejön. Kíváncsi vagyok, igazából új növényeket fogok majd vetni, úgyhogy a következő streamben ugye a kukoricaaratás fog következni, meg ugye a földrendbe rakás is, vetés, és a rögtön új növényel fogok kezdeni, vagy rost fogok, vagy borsót vetni, úgyhogy ezek közül fogok valamit megnézni, hogy milyen is, plusz ezt a kukoricaszárítást is ki kellene majd próbálni, úgyhogy aratás után, az viszont lehet, hogy majd a harmadik streamben lesz már, nem tudom, azért elég optimist vagyok, hogy ennyi mindent akarok egy streamben megcsinálni. Egyelőre jó lesz az, hogyha a földeket rendben, akkor meg bevettem mondjuk borsóval, és aztán meglátjuk, hogy azt, hogy kell betakarítani. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, remélem tetszett nektek, hogy volt újra farming. Én nagyon élveztem, hogy újra farmingoztam végre. Ez szerintem egy egész jó térkép arra, hogy komoly terveket szőjünk rajta.
úgyhogy biztos, hogy fogom még folytatni, hogy mikor, az az jövő zenéje kiderül a Discordon, meg a YouTube-on, amikor az a címe a streamnek, hogy farming, akkor farming van. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, a csatornatagságokat, köszönöm szépen a kommentjeiteket. Holnap találkozunk, nem mondtam semmit még, azt hiszem, hogy mi lesz holnap, úgyhogy nem is tudom. Majd ki fog derülni délután, ilyen, szerintem ilyen 5 óra körül nagyjából akkor szoktam kírni a streameket. Néha előbb, hogyha már nagyon hamar tudom, hogy mivel fogok játszani, de ki fog derülni, hogy mi lesz holnap. Köszönöm még egyszer a figyelmet, szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, jó pihenést, sziasztok!